Zene, tánc, sport, fiatalok. Így ünnepelték a Nemzetközi Ifjúsági Napot kedden a Szabadkai Rájhof Ferenc Parkban. Számomra fontos a mai napon megünnepelni, mivel így promotálhatjuk az önkéntességet, és a fiatalok láthatják, hogy mivel foglalkozunk mi, és hogy milyen jó együtt lenni. Idén a fiatalok és a mentális egészség volt az esemény egyik fő témája, amelyet az extrém sporttal kombináltak. Volt, aki kötélen egyensúlyozott, zumbázott, torna, vagy éppen görkorcsolyás és kerékpáros mutatványokkal szerepelt. A biztonság kedvéért a mentősök is a helyszínen voltak. Néhány civil szervezet is jelen volt, amelyek a fiatalokat szeretnék segíteni. Állatvédők, jótékonysági csapatok. Trudimo se da se mladi iz Subotice što više uključe, tako na primjer smo mi info tačka za omladinske volonterske kampove koji se dešavaju svuda po svetu i gdje mladi kroz putem znači kontaktiranja nas mogu da dobiju informacije. A također mi imamo jednu aktivnu ekipu volontera Kancelarije za mlade koja također ima prosto veliku podršku da sami organizuju nešto dakle svojom inicijativom. Közösségi kérdések iránti passzivitás, munkanélküliség és elvándorlás. Ezek a legfőbb problémák a fiatalok körében az önkéntesek szerint. A legnagyobb kihívások ugye a béleszkedés szerintem, mert hogy mindenkinek ez lehet a lényeg, hogy ugye mindenhova béleszkedjen, és nagy hatalmas a diszkrimináció különböző okok miatt, hol nacionális okok miatt, hol csak úgy valakit kidobnak, mert olyan, amilyen. Az önkéntesek már készülnek az élő könyvtár megszervezésére, amely éppen ezt a problémát célozza meg innovatív módon. Emberi sorsokról beszélgetnek élő könyvekkel. Kedd délután elsősegélynyújtásról, nemi úton terjedő betegségek megelőzéséről is tanulhattak a látogatók, valamint részt vehettek egy mentális egészségről szóló előadáson is. Este pedig bulizhattak a koncerteken.